Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Stáció, könyv jelent meg a szekszárdiak sorsáról a II. Világháborúban. 20. alkalommal adták át a Mészöly Miklós díjat Szekszárdon. Újra előadásokkal készül a Léleképítő. Számos programmal készülnek a Babits Mihály Kulturális Központban. A himnusz történetét hallgathatták meg a diákok. Közel 200-an voltak kíváncsiak a Stációk, Szekszárdiak a II. Világháborúban címmel megjelent kötet bemutatójára, mely a szekszárdiak sorsát dolgozza fel a II. Világháborúban. A könyv Szabó Géza muzeológus és Nagy Janka Teodóra néprajzkutató tanszékvezető egyetemi tanár közös munkája, és amely folytatása egy korábban napvilágot látott kutatásnak, mely az első világháború városi történeteit dolgozta fel. 20 évvel ezelőtt kezdődött egy gyűjtőmunka, amelyben Szabó Géza és Nagy Janka Teodóra a szekszárdi alsóvárosi emberek életének múltját dolgozta föl. Már akkor előjöttek olyan dokumentumok, mely a II. Világháború idejére datálódott. Akkor a cél az első világháború korának feldolgozása volt. És amikor elkészült az első világháborús könyv, mi nagyon komolyan azt gondoltuk, hogy ezzel be is fejeztük a magunk részéről, amit feladatként vállaltunk. De éreztük azt, hogy addig, amíg az első világháború hősi halottait, mártírjait, elhurcoltakat elgyászolták az emberek. Hiszen ezekről az eseményekről, disznótorokban, kukoricafosztáskor, szüretkor rendszerint beszámoltak, és az egész családban mindenki tudta az első világháborús történeteket, hiszen a szekszárdi paraszt emberek nagy része ekkor lett világlátott, ekkor járta be egész Európát. Nem önszántából, de ez is egyik eredménye volt. A II. Világháborúról viszont szinte semmi anyag nem maradt. A most megjelent könyv folytatása ennek a feltáró munkának. A szerzőpáros a II. Világháború a várost és lakóit érintő, valamint Szekszárd életét 1920 és 50 közötti időszakában dolgozza föl, családi levéltárak közvetlen forrásai a személyes történelem hitelessége alapján. Ezek rejtve voltak nagyon sok esetben még a családtagok előtt is, és azt éreztük, hogy valahogy ezeket az anyagokat is egyrészt meg kellene, hogy jelentessük, másrészt pedig szüksége volt a közösségnek arra, hogy kibeszélhessék ezt az időszakot. Miért kellett ezzel ennyit várni? Azért, mert 80 év kellett ahhoz, hogy megnyíljanak az emberek. Volt, aki a gyerekét féltette, és azért nem, volt, aki meg is semmisítette a teljes anyagot. És igen, miért kellett ezzel ennyit várni? Valóban korábban kellett volna, akkor kellett volna, amikor a közvetlen résztvevők még éltek. Az elmúlt 15-20 évben, tehát amíg mi gyűjtöttük ezt az anyagot, akiktől gyűjtöttük, azok közül már nagyon sokan nincsenek közöttünk. De éppen a rájuk való emlékezéssel és emlékezés és az irántuk érzett tisztelet miatt is úgy gondoltuk, hogy meg kell csinálni, ha utolsó pillanatban is, de ezt az anyagot össze kell gyűjteni és valamilyen módon és méltó módon emléket állítani nekik. A források tükrözik a város társadalmának személyes történelmét, melyek sok esetben térnek el a történelemkönyvekben leírtaktól, mondta Nagy Janka Teodóra. Az én számomra ez a könyv, ez mindenféleképpen van egy személyes olvasata, és van egy városi olvasata. A személyes olvasat azokat a mindennapi helytállásokat jelenti, amelyeket nem szoktunk feljegyezni, mert nem jellemző az, hogy naplót vezetünk a mindennapokban, nem jellemző az, hogy a nehézségeinket leírjuk, vagy az örömeinket írásban megosztjuk. Most, amikor kivételesen ilyen forrásokkal találkoztunk, 8 forrást közlünk egyébként, ezek első közlések ismeretlenek, és valamennyi a város lakói által őriztetett meg éveken, évtizedeken át. Ennek egyrészt köztörténeti jelentősége is van, fontossága is van, másrészt viszont Szekszárd életének
egy eddig azért kevésbé fókuszban lévő időszakát mutatja be. Van monográfiánk, város monográfiánk, vannak nagyon fontos összefoglaló munkák, de mégis azt kell mondani, hogy a családi emlékezet és a személyes emlékezet, hogy mit őriz, arról nagyon keveset tudunk. Szabó Géza azt mondja, egy másik városkép alakult ki benne Szekszárdról, mint amilyen a könyv megjelenése előtt volt. De egy olyan összekapaszkodó, egymásért kiálló Szekszárdot ismertem meg, amelyben nekem már kevésbé volt részem az elmúlt évtizedekben. Nagyon sok családnak az életét, a történetét most értettük meg igazán. Gondoljunk bele, ennek a városnak mintegy huszada megsemmisült a II. Világháborúban. És ezeket a tragédiákat ezeknek az embereknek a nagy része magába hordta. A szűkebb közösség tudott róla, de nagyon sok család, aki itt él közöttünk, nem tudtuk, hogy miért olyan, amilyen. Számunkra nagyon sok mindent megvilágít, akár a kapcsolatrendszerekből, akár a viselkedésből, akár a rokoni viszonyokból is. A városban még nagyon sok érték van, nagyon sok megismerésre váró személyes történet és közösségi történet, hiszen ebben a könyvben ott van a szekszárdi római katolikus olvasókör eddig nem publikálatlan jegyzőkönyveinek is olyan részlete és olyan részletei, amelyekben látszik, hogy mi volt fontos akkoriban az embereknek, hogy miben gondolkodtak. A könyv a Doni áttörés 80. évfordulójának tiszteletére látott napvilágot. Seifert Natália író kapta 2023-ban a Mészői Miklós díjat nemrég megjelenő regényéért. A 20. alkalommal megrendezett Mészői Napokon számos programmal készültek a szervezők. A szekszárdi születésű Kossuth díjas író születésének évfordulóján szavaló verseny, könyvbemutató és irodalmi beszélgetés is színesítette a programokat. Mint minden évben, idén is a Szekszárdi Művészetek Házában szervezték meg a helyi születésű Kossuth díjas író emléknapját, immáron 20. alkalommal. Itt került sor az egyik legfontosabb programpontra is, a Mészői Miklós díjátadásra. Az idén Seifert Natáliát választotta az Egyesület az Örök Panoráma című regényért, és amint azt a laudációban hallottuk is, nem csak azért, mert magas színvonalú magyar prózát művel, hanem azért is, mert kitekintést enged idézetek révén világirodalmi művekre is, és a panoráma toposzán keresztül kapcsolódik Mészői munkásságához is. Az alelnök hozzátette, ez egy különleges regény, és közel áll a mészői munkássághoz is. Mészői Miklósnak vannak esszéi, amelyben ostorozza a magyar irodalmat, hogy mindig nagyon önmagába zárt volt, hogy igazából nem beszélget, még a környező országok, környező nyelvek irodalmával sem, miközben a közös közép-európai sors, amelyről még úgy gondolkodott, hogy ez létezik, az igazából összekovácsolna minket. És én azt hiszem, hogy ez a regény, ez most egy olyan kivételes regény, ami egy kicsit nyitja a magyar irodalmat a nemzetközi irodalom felé. Miközben, ha én ezt jól látom, akkor a legújabb magyar irodalom éppen, hogy megint a bezárkózás, kortárs irodalom éppen megint a bezárkózás fázisában található. Mészői hagyatéka a mai napig nagy hatással van a magyar irodalomra, éppen ezért nagy kiváltság a róla elnevezett díjat bitorolni. Seifert Natália 2005 óta foglalkozik komolyabban az írással, bár azt mondja, egész életében jelen volt ez a szerelem. Hát tulajdonképpen az életemet jelenti. Ezzel a regényben is foglalkozom, hogy mit jelent az, hogy feltenni valamire az életet, és ez engem magamat is foglalkoztat ez a kérdés. És azt hiszem, hogy én erre feltettem az életemet. Nagyon-nagyon sokat jelent,
Nagyon meghatódtam, amikor megtudtam, mert ugye az van, hogy az író az így dolgozik alapvetően mindig, és csak akkor emeli fel a fejét a munkájából, vagy akkor emeli fel egyáltalán a fejét, hogyha így megrázzák a vellet, és ez a díj ez ilyen, hogy mintha valaki megrázta volna a vellemet, hogy emeljem ki a fejem a munkából. És hát soha jobbat, tehát nagyon-nagyon megtisztelő és nagy dolognak gondolom, és ahogy itt a beszédekben is volt ráutalás, valóban ez egy olyan díj, amelyen nem kell gondolkodni, hogy az ember elfogadja el vagy sem, tehát egy olyan színvonalat képvisel, amire mindenki méltán lehet büszke. Mészáj, hogy pont ez ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy olyan módokon hat az irodalomra, a magyar irodalomra, meg a kortárs irodalomra, amelyeket lehet, hogy ki lehet így közvetlenül mutatni, de így íróként, tehát nem mit tudom, irodalomtörténészként, nehéz erre rámutatni, rábökni, hogy mi volt az, ami hatott az emberre. A saját munkáinkon meg különösen nehéz ezt, és azt hiszem, hogy talán nem is feltétlenül az írónak a dolga a saját műveit ilyen szinten elemezni utólag, miután elkészültek. Én egyébként azt gondolom, hogy ha rokonság van közöttünk, az egy felfogásbeli rokonság, én úgy gondolom, tehát van bizonyos mértékű ilyen kérlehetetlenség azzal kapcsolatban, hogy folyamatosan kutatásban kell maradni, és minden csak idézőjelben csak kísérlet. Tehát, hogy a világ leírására tett kísérlet, ami ténylegesen abból táplálkozik, hogy az ember egy folyamatosan nyitott állapotban próbálja tartani magát, és úgy tekinteni az őt körülvevő világra, és ebből dolgozni. És én azt gondolom, aztán lehet, hogy ezzel vitatkoznának, akik igazán mésző szakértők, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon közös pont, vagy az lehet Mészöly Miklós között és köztem. Természetesen ezt mind úgy kell érteni, hogy nem hasonlíthatom magam hozzá, tehát az ő nagyságához, vagy ilyesmi, csak ez csak pusztán a szemlélet, vagy az irodalomhoz való hozzáállás szempontjából igaz. Azt hiszem, hogy abban talán különleges, vagy az az érdekessége, hogy ahogy említettem, ez a kísérletezés van benne. Tehát egy nagy regény, majdhogy nem egy nagy regény vállalását teszi, de szembesül azokkal az írói problémákkal, amelyekkel akár Mésző is szembesült, az elbeszélhetetlenséggel, az egyáltalán a történetek elbeszélhetetlenségével, azzal, hogy kiléptünk a kerek lezárható dolgokból, és hát az, hogy a múltban kezdődik, és a jövőben ér véget, szerintem is ez is egy olyan szempont lehet, ami miatt különlegesnek lehet nevezni. A rendezvényt a tavaly átadott Mészöly mellszobor megkoszorúzásával zárták a résztvevők. Újraindul Szekszárdon közel 2 évtizedig nagy sikerrel futott és a pandémiát is átélt ismert embereket bemutató közéleti léleképítő nevű előadás sorozat. A most újrainduló sorozat első vendége Andrásfalvi Bertalan néprajzkutató lesz. 23 esztendővel ezelőtt egy személyes élmény hatására indította útjára a léleképítő sorozatot Tóth Csaba Attila. Az azóta eltelt időben az előadók, a magyar közélet, a kultúra és a sport számos kiemelkedő alakja követte egymást, akik megosztották gondolataikat a világról, szakmájuktól, az életről, a hallgatósággal. A sorozat a pandémiát is átvészelte, és olyan vendégek látogattak ide az elmúlt időszakban, mint Koncz Gábor, Bagdi Emőke vagy Eperjes Károly. Megpróbáljuk folytatni, amit 23 évvel ezelőtt elkezdtünk, és folyamatosan minden hónapban egy személyt meghívunk, és most 30-án, hétfőn este 6 órakor a Garay János Gimnázium dísztermébe dr. Andrásfalvi Bertalan néprajzkutató lesz a vendég, és levetítjük a Gyöngyösárban készült sárközről szóló és Andrásfalvi Bertalan főszereplésével szóló filmet is, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk rá, de ebben az évben várjuk még Ókovács Szilvesztert, reméljük, hogy még Szinetár Miklós és Egri János. Lehet egy kérdéssel több, talán még ő is eljön, úgyhogy a tervünk sok, mindenkit várunk szeretettel. Az előadásokat a világhálón is figyelemmel lehet kísérni, ami, mondja Tóth Csaba Attila, jelentős nézőszám növekedést hozott.
Rajzversenyt, könyvbemutatót, kiállítást, színházi előadást és rendhagyó irodalomórát is szervezett a Babits Mihály Kulturális Központ a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Az egy héten át tartó programok nagy részének témáját a himnusz létrejöttének 200. évfordulója adta. Berlinger Attila, az intézmény igazgatója elmondta, sok programmal készülnek a továbbiakban is. Fontos a kultúra életben tartása, legyen az kézművesség, előadó művészet, irodalom vagy zene. Éppen ezért a Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai nem csak a január 22-ét szánták a Magyar Kultúra Napjának megünneplésére, egy egész hetet szenteltek a programoknak. Január 19-től 25-ig a Babits Mihály Kulturális Központ igen gazdag programmal készült idén a Magyar Kultúra Hetére. Január 22-én sokan tudjuk és halljuk ezekben a napokban, nagyon jeles évfordulóhoz érkezett hazánk, ugyanis ezen a napon volt 200 esztendeje annak, hogy Kölcsey Ferenc költőnk a himnusz kéziratát igazából letisztázta, befejezte Szatmárcsekén, és hát később, ő már sajnos nem élhette meg, ezt hallottuk sokszor a napokban, de ez a költemény vált talán hazánk legfontosabb, leginkább ismert költeményévé, illetve nemzeti himnuszunká. Ez az emlékév párosul ebben az évben Petőfi Sándor születéséhez köthetően szintén egy 200 éves jubileumhoz. Jeles költőnk 1823. január 1-én született, úgyhogy ez az egész évad mind az országban, mind itt nálunk a városban nagyon sok érdekes hagyományőrzés kulturális eseménnyel fog gazdagodni. Ahogy említettem, ugye igen széles kínálattal vártuk és várjuk a kedves érdeklődőket ezekben a napokban, több színházi előadással, könyvbemutatóval, művészetek házában, koncertekkel, rajzkiállítással és sok-sok érdekes műsorra emlékezünk meg ezekről jeles jubileumi pillanatokról, illetve ezekről az eseményekről, és azt hiszem elmondhatjuk azt az örömteli tényt is, hogy hosszas munka után, több mint egy év kemény munkája után ezek a rendezvények hasonlóan a többi rendezvényeinkhez szinte mint teltházasak. A Covid utáni időszakban végre elérkezett az a pillanat, amikor a közönség már bátrabban mer visszaérkezni, akár gyermekelőadásról, akár komoly zenei koncert, színházi előadásról van szó. Azzal a kellemes gonddal küzdünk, hogy igazából még többen is érkeznének hozzánk. Csak egy hiányában nem mindig tudunk minden igényt kiszolgálni, de úgy gondolom, hogy a tavasz is hasonlóan gazdag lesz. Már készítjük a március-áprilisi műsorainkat, úgyhogy mindenki csak biztatni szeretnék arra, hogy figyelje a honlapunkat, figyelje a műsorainkat, mert a Petőfi és a Kölcsey emlékév, himnusz emlékévvel kapcsolatban ott is lesznek nagyon érdekes programok. Kedden délelőtt Nyári Krisztián tartott rendhagyó irodalomórát a szekszárdi diákoknak, ahol a magyar himnusz keletkezésének rögös útjáról mesélt érdekességeket a hallgatóságnak. Itt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a kisebb csatártermünkből át kellett vigyük, ezt most örömmel mondom, hogy átvittük a színházterembe, több mint 200 diák jelentkezett pusztán erre az irodalomórára, úgyhogy azt gondolom, a felső tagozatos diákoknak ez egy nagyon nagy élmény lesz megtapasztalni egy ilyen kiváló szakértőtől is, hogy mit jelentett a himnusz abban a korban is, mit jelent manapság is. És délután a felnőttekre is gondoltunk, 17 órától egy szabad egyetem formájában folytatjuk a Kultúrkorty szabad egyetem sorozatunkat, és Nyári Krisztián itt a felnőtt hallgatósággal fogja megosztani a már ismert és a még nem ismert mozzanatokat a himnusz történelméről. A Kultúra Hetét a Dériné ifjasszony című színházi előadással zárták január 25-én. Az intézmény igazgatója kiemelte, számos kulturális eseménnyel készülnek még a nagy érdeműnek a közeljövőben. Örömmel szeretném azt az eredményt is elmondani, hogy sikerült egy újévi koncertet is megszerveznünk, ugyan kicsit eltolva, rendhagyó módon nem január 1-én, hanem január 29-én vasárnap kerül sor a Budapest Jazz Orchestra vendégszereplésével, kiváló vendégművészekkel, Poyák Lila és Gájer Bálint vendégénekesekkel, szintén egy teltházas koncerttel köszönhetjük az új évet. Ez azért is kiemelten fontos számunkra, ezen az eseményen tudjuk megköszönni a város vezetőinek, támogatóinknak, partnereinknek a tavalyi évi sok-sok segítséget, együttműködést, abban a reményben, hogy idén is egy gazdag kulturális kínálatot elénk táró év elé nézhetünk, minden gazdasági nehézség ellenére nagyon sokat fogunk azon dolgozni, hogy a tavalyi évhez hasonló színes programok érkezzenek a városba.
A következő hónapban a gyerekek együtt kalandozhatnak majd Ariellel, a felnőtteknek pedig az elfeledett némafilmek világába engednek majd betekintést Charlie Chaplinnel. Fohásznak indult, de himnusz lett belőle, a nép emelte fel Kölcsey költeményét a nemzet énekévé. Többek között ezt is megtudhatták azok a diákok, akik részt vettek kedden a Babits Mihály Kulturális Központban tartott rendhagyó irodalomórán. A himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából Nyári Krisztián író tartott előadást a szekszárdi diákoknak, akik olyan új és érdekes információkat tudhattak meg, amire az iskolában nem térnek ki a tanárok. Közel 200 szekszárdi diák vett részt azon a rendhagyó irodalomórán kedden délelőtt, amit Nyári Krisztián tartott a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. A közel egy órás előadás témáját Kölcsey Ferenc 200 évvel ezelőtt befejezett himnusza adta. Ami mindenki számára érdekes, hogy ez nem úgy lett himnusz, mint a legtöbb himnusz a világban, hogy valaki egy király vagy egy köztársaság elnök fölkér egy zeneszerzőt, meg egy költőt, és akkor fél év múlva készen áll a himnusz, hanem tulajdonképpen saját magának tört utat 170 évig a nép tette himnusszá, és legkülönbözőbb politikai rendszerekben mindig kerestek egy másik himnuszt, amit néha megtalálni véltek, de aztán abban sose lett himnusz, hanem ezt fogadták el az emberek, és ezt énekeljük himnuszként. Ez egy nagyon speciális, egyedi út, nem olyan, mint a legtöbb himnusz esetében. Elmúlik ez a korszak is, a Horthy korszak, és aztán a következő korszakokban sem történik az, hogy akkor hirtelen megtalálják, hogy ez a himnuszunk. Ugye a háború után jön egy rövid demokratikusnak nevezhető időszak, akkor írnak egy olyat, hogy köztársasági himnusz. Na most még a kottát sincs idő kinyomtatni olyan mennyiségben, hogy ez sok helyre eljusson, mert megszűnik a köztársaság, jön a népköztársaság. Ugye ez a kommunizmus időszaka, akkor szintén történik egy furcsa dolog, mert ezekben az európai szocialista országokban, ahol a szovjet érdekszférát, ami a szovjet érdekszférába tartozik, szinte mindenütt lecserélik a himnuszt egy ilyen szovjet típusú rémületre. Kivéve Magyarországon meg Lengyelországban, ez a két himnusz megúszta. Magyarországon valószínűleg azért, mert nem volt róla törvény, nincs mit eltörölni. Az is nagyon érdekes, hogy ez nem is himnusznak készült, ez inkább egy imádság, ahogy szoktuk mondani, hogy miénk a világ legszomorúbb himnusza, ez azért van, mert nem himnusznak készült. És mégis ezt érzi a legtöbb magyar a sajátjának. Ez az a műalkotás, magyar műalkotás, amit a legtöbben ismerünk. 6 éves kor fölött ebből már minden gyerek tud idézni, felismeri. És hogy ezt mi választottuk 200 év alatt magunknak, talán ebben ismerjük föl leginkább önmagunkat. Ugye ebben van a szövegére koncentrálunk, van egy kis pesszimizmus, ami állítólag jellemző ránk, van egy kis önfelmentés, mert hát megbűnhődte, de van egy kis szembenézés is a múltunkkal, meg a bűneinkkel. Úgyhogy valószínűleg azért választottuk, mert nekünk ez az a himnusz, ami megszólít minket. Szóval nem véletlen, hogy ezzel azonosultak olyan sokan, és persze ehhez kellett a magyar történelem, kellett világos, kellett Trianon, kellettek az elveszített háborúk, kellett a levert 56-os forradalom, hogy azt érezzük, hogy hát tényleg sorscsapások jönnek egymás után, de még mi mindig itt vagyunk, és ezzel mindenki azonosulni tud, ki ezért, ki azért. És közben meg nagyon izgalmas a története, hogy hogyan vált azzá. Megmesélek, hogyha idő van rá, olyan himnuszokról, vagy himnuszszerű dalokról, amikhez nekünk magyaroknak közünk van, és nem a mi himnuszaink. Magyar ember írta például az urugvái himnuszt is, ez hogy történt, vagy hogy hogyan lett egy mondjuk egy francia elit desszantos alakulatnak a himnusza, egy magyar virágének, amit azóta is magyarul énekelnek, vagy az egyik legtradicionalistább, legortodoxabb zsidó közösség miért énekel magyarul a Szólakakas már kezdetű dalt himnuszként, és ilyen történetekről is szó van. Személy szerint nagyon tetszett, mert az irodalomtanárnőnk mondta, hogy lesz egy ilyen alkalom, és akkor igazából elküldte ide az osztályt, meg még egy pár osztályt az iskolába. Igazából én nem is tudtam, hogy ezek himnuszok voltak, most egy ilyen pár dolgot, új dolgot szerintem mindenki megtudott az osztályból. DNS-ből jöttünk a magyar tanárnővel, és ugye megnéztük a himnusz előadást 200 éves évfordulón, és a himnusz történetéről. De sok érdekességet hallottam, úgyhogy jó, hogy itt lehettem.
második bécsi döntésnek köszönhetően visszacsatolnak Magyarországhoz korábban Trianonnál elszakított területeket, akkor kialakul egy koreográfia, hogy ez hogyan veszi ismét birtokba a magyar állam. Hát úgy, ahogy a régi filmhíradókban lehet látni, hogy Horthy Miklós kormányzó bevonul fehér lovon a ilyen fontos városokba, Kassára, Nagyváradra, Kolozsvárra, és ez mutatja, hogy az már magyar föld. És kiderült, hogy a himnuszra nem lehet belovagolni, hát érthető. Úgyhogy akkor hoznak egy jogszabályt, hogy ilyen esetben a Rákóczi indulót kell használni, mert hát ez erre lehet lovagolni. De a himnusszal nem történik ilyen. Egy dolog történik a himnusszal, ez pedig az, hogy a korszaknak egy nagyon jelentős zeneszerzője, Doknányi Ernő készít hozzá egy hangszerelést. Magyarán elvezényli és átalakítja egy kicsit. Erkel idején sokkal pattogósabban, gyorsabban, a verbunkos ritmusnak megfelelően játszották a himnuszt, és 100 év alatt lassult le arra a tempóra, ahogy a mi fülünkben cseng. És a végső lelassulás az Doknányi Ernő idejében, az 1930-as években történik, akkor válik olyan méltóságteljes, kicsit templomias előadásmóddá. Úgyhogy amikor azt halljuk, hogy valaki máshogy játsza, és akkor nagyon sokan mondják, hogy miért nem az eredetit játsza, akkor az valójában nem az eredeti, hanem a Doknányi féle. Mert ezt ismerjük, aminek az az oka, hogy elkezdi játszani a rádió. És rádiót ebben az időszakban mindenki hallgat. Egyébként, amikor elindul a rádió, akkor a rádió vezetése nem akarja, hogy minden nap elhangozzon a himnusz, mert hát az csak ünnepségeken szabadna játszani, de a nép kiköveteli. Leveleket írnak, hogy minden évfélkor legyen himnusz, és azóta is van. Az biztos, hogy Erkel zenéje, az egy kicsit máshogy hangzott, pattogósabb ritmusban játszották, kicsit a verbunkos motivumokat jobban hangsúlyozva, de aztán hát majdnem 100 év alatt eljutott addig a pontig, hogy ilyen végletesen lelassult, kicsit templomias, méltóságteljes előadásmód vált általános, ez egyébként Doknányi Ernő hangszerelése, és igazából az sem véletlen, hogy ez lelassult, mert valószínűleg erre volt igény, és nem arra, hogy nekünk is egy ilyen katonai indulószerű pattogós himnuszunk legyen. Úgyhogy ez sem véletlen. És ez speciális, ez a legtöbb országban nem így van, hanem azt megkapják készen. És ezt a magyar nép választotta ki, nem tudták lecserélni a kommunizmus alatt, nem tudták lecserélni egyik rendszerben sem, mert a nép ezt választotta ki himnusznak, és ez szerintem egy nagyon jó és fontos magyar hagyomány. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!